kiteljesítik őket bizonyos feladatok ellátására, majd azt jól elvonják tőlük. Önök szerint mi az önkormányzatiság? Költségvetési fejezet? Adatok halmaza? Politikai zsákmányszerzés terepe? Véleményünk szerint nem. Az önkormányzatok közösség, amiben otthon vagyunk, amelyekre büszkék vagyunk, amiket mi állampolgárok alkotunk. Feladata az, hogy megteremtse azt a közösséget, amiben gyermekeink nevelkednek, amik megteremtik a munkahelyteremtés lehetőségét, amik felkarolják az eleseteket, a hallétlanokat, az árvákat, a betegeket. Az önkormányzat az a közösség, amely óvja építészeti és kulturális értékeinket és újakat teremt. Véleményem szerint a mindenkori költségvetést ebben a szellemben kell megalkotni. A kormánypárti képviselők azt mondják, nincs pénz az elmúlt 8 év katasztrofális kormányzati teljesítménye miatt. Ezt még el is tudjuk fogadni, ugyanakkor ebben a költségvetésben nem lehet látni az önök által kívánatosnak tartott kitörési irányt, ha egyáltalán van ilyen. De nézzük, mit hoz ez a költségvetés tervezet az önkormányzatoknak. Induljunk ki ez év szeptemberétől, amikor Varga Mihály államtitkár úr így nyilatkozott. Sürgősen le kell ülni az önkormányzati érdekképviseletekkel, és kialakítani azt a keretet, amelyben az elmúlt 20 év önkormányzati problémáit rendezni tudjuk. Ez a költségvetés vitájával párhuzamosan fog zajlani. Ehhez képest ez a leülés, legjobb tudomásunk szerint, azóta sem történt meg. Döntött viszont a kormány arról, hogy a közférában 10%-os létszámcsökkentést és 5%-os költségvisszafogást kell végrehajtani. Jelenleg a különböző önkormányzatok összesen mintegy 450 000 dolgozót alkalmaznak. Arról azonban az önkormányzatok nem kaptak támpontokat a kormánytól, mindezt hogy vihetik végbe saját intézményeiknél. Illetve egy támpontot már adott, nevezetesen a ház előtt van egy törvényjavaslat, amely az önkormányzatoknál is megteremti az indokolás nélküli elbocsátás lehetőségét. Hát ez nagyszerű. Az ominózus javaslat indoklása így fogalmaz. A jogviszony munkáltató általi megszüntetésének egyszerűsítése lehetőséget nyújt a minőségi szakembergárda kialakítására és a közszolgálatában végzett munkaszínvonalának emelésére. Hála a jó égnek a kormány közvetlenül nem rendelkezhet az önkormányzatok személyi kérdéseiben, két téren azonban közvetett módon keresztül viheti az akaratát. A költségvetésben elvonhatnak annyit, hogy a városok kénytelenek legyenek személyi döntéseken spórolni, valamint a január 1-től felálló megyei kormányhivataloknak is delegálhatnak olyan feladatokat, amelyek az intézményi racionalizálást szolgálják. Erre utalásokat hallottunk, de miért nem konkretizálják a terveket? Miért nem hagynak időt az önkormányzatoknak a felkészülésre? A legtöbb önkormányzat már 2010-ben is csupán túlélni próbált, a tervekből pedig egyértelműen kivető, hogy jövőre már nominálisan is kevesebbet fognak kapni. A normatívák nem vagy alig változtak, más területeken pedig szinte lehetetlen tovább spórolni. Több olyan problémát sem tudott a kormányzat kezelni, ahol az idei évben már jelentősen csökkentek az állami normatív támogatások. Így az okmányirodák működtetése az építésügyi igazgatási feladatok esetében a körjegyzőség működtetésénél is csak azzal az összeggel számolhatnak a települések, amit idén is megkaptak. Magyarán a 2009-es évhez képest a csökkenést nem tudta kompenzálni a jövő évi büdzsé, reál értéken csökken az idei évhez képest az a pénz, amit az államtól remélhetnek. De ugyanígy nem változtat a kormány az idegenforgalmi adóból befolyó pénzen sem. Mivel míg 2009-ben 2 forintot kaptak az önkormányzatok minden idegenforgalmi adóforint után, addig az idén 1 forintra csökkent, és jövőre is így marad. Szintén stagnál az állami normatíva mértéke a fogyatékos személyeket ellátó intézményeknél, a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés biztosító intézményeknél, a falugondnoki ellátásnál, az utcai szociális munkánál, vagy a hajléktalanok nappali intézményi ellátásánál. Különösen ez utóbbi felháborító, hiszen a kormány idén lehetőséget teremtett arra, hogy az önkormányzatok a tél közepén rendeletben tiltsák ki a közterületekről a hajléktalanokat, ugyanakkor nem kívánt élni azzal a lehetőséggel, hogy ezen intézményekre fordítandó normatívák emelésével valamelyest tompítsa a döntésének brutalitását. Ugyanakkor komoly többlettámogatást látunk a több célú kistérségi társulások, valamint a megyék esetén. Ez számunkra azt mutatja, hogy önök lemondtak arról, hogy a kistelepülések önállóan önkormányozzanak. Ezzel mi természetesen nem tudunk egyetérteni, hiszen ez gyökeresen ellentétes az önkormányzatiság alapelvével, a szubszidiaritással. Ráadásul felmerül bennünk az a gyanú, hogy a majdan kialakítandó járások a most ellátott önkormányzati feladatokat is igyekeznek majd elvonni, és mint egy bónuszként a kiüresített önkormányzatok fejére küldenek egy politikailag megbízható valakit. Természetesen önök gondolhatják, hogy ez a jövő útja, de akkor tessék erre stratégiát alkotni, tessenek ezt megbeszélni a településekkel, és alkossanak erre törvényjavaslatokat.
Megértjük, hogy az ország anyagi helyzete finoman szólva sem rózsás, de úgy vélem, hogy kutya kötelessége a parlamentnek, hogy olyan költségvetést fogadjon el, amely reményt ad a nyakig eladósodott önkormányzatoknak, reményt ad a lakosoknak, hiszen itt mindannyiunkról van szó. A későbbiekben szeretném további észrevételeinket is kifejteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Vécsei László képviselő úrnak fogom megadni a szót. A Fidesz képviselőcsoportból őt Nemény András MSZP-s képviselő fogja követni, őt pedig Rubovszki György, majd a Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportjából. Vécsei László képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A foglalkoztatáspolitika 2011-es költségvetéshez kapcsolódó néhány aspektusáról szeretnék beszélni. A foglalkoztatás terén tett 2002-es és 2006-os szocialista ígéretekkel szemben 2002-ről 2010-re a szocialista szabaddemokrata kormányok megduplázták a munkanélküliséget. Érzékelve az elhibázott gazdaságpolitikájuk nyomán előállt munkaerőpiaci helyzetet, szokásos módon látványos pótcselekvéssel igyekeztek elkendőzni a valóságot. Átfogó jövőkép és gazdasági stratégia hiány fogalmuk nem volt arról, hogy a világgazdasági válság kihatásain messze túlmenően legyengített magyar gazdaságban hogyan óvják meg a létező munkahelyeket, és hogyan teremtsenek a kiesők pótlására újakat. És még kevésbé boldogultak a szociálisan rászorultak foglalkoztatásának problematikájával. 2009. áprilisában meghirdették az Út a munkához programot, melyhez 2010-re választási költségvetést készítettek, olyat, amelyről nagyon jól tudták, hogy forrásai 2010. szeptemberére elapadnak. Ráadásul ez az út nem a munkához vezetett. A szocialisták a közúti közlekedésben megszokott szabállyal ellentétben az út végén helyezték el a zsákutca táblát az új kormány kárörvendő tájékoztatására. De vegyünk szemügyre néhány fontos momentumot, hogy miben is különbözik a 2011. január 1-én induló nemzeti közfoglalkoztatás programja a zsákutcába vezető szocialista úttól. A program átmeneti jelleggel továbbra is munkalehetőséget biztosít minél több munkára kész és képes, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára. A hangsúlyt azonban igen erőteljesen további kiegészítő szempontokra helyezi át, melyekből kettőt szeretnék megemlíteni. Az együttműködés kötelezettségét minden eddiginél szélesebb mezőben írja elő az álláskereső számára. Köznapi nyelven, aki munkát, állást, megélhetést keres, az a továbbiakban nem finnyáskodhat, meg kell ragadnia a felkínált lehetőséget. A másik hangsúlyos szempont az esélyteremtés, talán maga a lényeg, hogy a program mennyire képes a benne résztvevőket visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. Nos, tisztelt képviselőtársaim, a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program etéren is új távlatokat nyit, amikor a kis és közepes vállalkozások számára is lehetővé teszi, hogy részesülhessenek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból. És a KKV-szektor ezzel jól jár, hiszen honi gazdaságunk legnagyobb foglalkoztatást biztosító szektora kedvező feltételekkel bővülhet tovább. De jól járnak a munkavilágából önhibájukon kívül huzamosabb ideje kicsúszottak is, hiszen köztes megoldások helyett végre közvetlenül kerülhetnek vissza a folyamatos munkát végzők közösségébe. Tisztelt képviselőtársaim, esély ez a javából, a valódi újrakezdés esélye tízezrek számára, amit a 2011-es költségvetés támogatásával teremthetünk meg számukra. Erre kérem minden képviselőtársamat, és köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Nemény András fog következni az MSZP képviselőcsoportból, őt Rubovszki György és Bödecs Barna képviselő fogják követni. Nemény András képviselő úr, övé a szó. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A költségvetés általános vitájának negyedik napjánál vagyunk.
Nehéz ilyenkor már újdonságokat mondani, de talán még nehezebb helyzetben lennék, hogyha a pozitívumokat akarnám felsorolni a költségvetéssel kapcsolatban. A mostanában sokat emlegetett sörátét is túl nagy terjedelmű lenne ennek írott változatához. Ha pedig a negatívumokat akarnám felsorolni, hát ahhoz egy hozzászólás egészen biztos, hogy kevés lenne. Ezért a célom most nem más, mint egy távolabbi horizontból nézve, és egy metszetet kiragadva próbálok egy összképet adni, talán mondhatom azt, hogy kórképet adni. Hogyha az egészet nézzük, megállapíthatjuk, hogy ez a költségvetés köszönő viszonyban sincs a Fidesz kormányprogramjával, ami egyben a választási programja is volt, de ez talán még a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy nem szolgálja az ország lakossága többségének érdekét. Hogy kinek szolgálja? A jó érdekérvényesítő képességűeknek az érdekét szolgálja, és a kárvallottai a rossz érdekérvényesítő képességűek. Hiszen ebben a költségvetésben nincsenek strukturális reformok, nem javítja a versenyképességet, nem ösztönzi a növekedést, nem javítja a foglalkoztatási helyzetet, és csökkenti a jóléti kiadások összegét. Hogy mi van benne akkor? Hát van benne forrás a kommunikációra, tanulmányírásba, van forrás átrendezés a szegény rétegekről a gazdagok felé, és benne van a magántulajdon intézményesített lenyúlása, az ehhez szükséges törvényi hátteret hétfőn teremtette meg a parlament. És néhány szó a foglalkoztatás politikáról. Éveken keresztül más sem hallottunk, mint hogy mindenre megoldás a foglalkoztatás növelése. Még a válságra is a munkahelyteremtés a legjobb eszköz. És ebben mindenki egyetértett, hogy a versenyképességet kell növelni ennek érdekében. Tehát mivel lehet ezt tenni? Csak is járulékcsökkentéssel. Most ez nem szerepel ebbe a költségvetésbe. Bajnai kormány csökkentette 5%-kal a járulékokat. A mostani tervezetben egyedül a legjobban kereső munkavállalók utáni járulékfizetés lenne megszüntetve, és hát kinek használna ez? Senki másnak, mint a top menedzsereknek és az őket foglalkoztató multiknak. De ezzel ellentétben az adócsökkentésnek nevezett adóemelés a munkavállalók 80%-át rosszul érinti. És megállapíthatjuk azt is, hogy a befektetőket is erjesztik a visszaható hatályú törvényalkotással, ha nem jönnek ide, nem fognak ők sem munkahelyet teremteni. De benne van a költségvetésben a közszféra leépítése, erre 5,4 milliárdot szán a kormány, ez 5-10%-os leépítés jelent, egész biztos, hogy a versenyszféra nem fogja őket felszívni. És a közfoglalkoztatásra szánt keret is csökken. Attól, hogy valamit nemzetinek nevezünk, nem lesz jobb. Én megértem, hogy az Út a munkához program mi hozzánk kötődik és nem tetszik, de hogyha a forrást megfelezzük, hiába hívjuk nemzetinek ezt. Rátérve egy kicsit a jóléti kiadásokra. Itt is megállapíthatjuk, hogy a Fidesz szociális érzékenysége a választásokig tartott. Sok esetben még az idei évhez képest is csökkennek a kiadások. Ha pedig a GDP-hez viszonyítjuk, összességében egészen biztos, hogy csökkennek. A szociális normatívák egy forinttal sem emelkednek, ellentétben a gyermekétkeztetési díjak emelkednek, és így a szülőknek sokkal többet kell befizetni, hogyha bölcsödébe, óvodába akarják járatni a gyerekeiket. Hiába mondják azt, hogy az adókedvezményből ez kompenzálható. Nem igaz, ez csak egy szűk réteg számára kompenzálható, és így különbséget teszünk gyerek és gyerek között. Gazdag szülők gyereke és szegényebb szülők gyereke között. Mindahogy az önkormányzatok által adott szociális támogatások kerete is csökken, a szabad felhasználásokért 10%-kal, a kötött 20%-kal. Érdekes módon az egyházi támogatási keret pedig nő. Csökken a családi pótléka szánt összeg, a babakötvény éves kerete, és helyettük mit kapunk? Nem más, mint családpolitikai programokat. De hogy ezek mit jelentenek, azt nem tudjuk, csak következtethetünk az előző Orbán kormány időszakából, amikor ezek szakértői anyagok gyártásába merültek ki. Külön történet a megváltozott munkaképességek foglalkoztatása. Szijjártó Péter expozéjában azt mondta, hogy az erre szánt keret nőtt. De ez nem igaz, mert összességében csökkent, hiszen a költségkompenzációt 20%-kal csökkentette a kormány, így ez összességében 6 milliárdos csökkentés jelent. És csökken, és nem emelkedik a fogyatékossági támogatás, hiszen ez a nyugdíjminimumhoz kötött, az pedig nem változik. És amit talán külön szomorú a fiatalok számára, hogy a lakástámogatási előirányzat 126 milliárd forinttal csökken. Így a lakáshoz jutni akaró fiatalok számára nincsen jövőkép. Mindahogy az egész költségvetésről elmondhatjuk, hogy jövőkép nélküli Magyarország lakossága többsége számára. Hiszen elengedi azok kezét, akik rászorulnának a segítségre, és azokat gazdagítja, akiknek nincs rá szükségük. Jól tükrözi ez a Fidesz Magyarország képét, csak a felső 10 000 szám.